Forgalmi rendváltozások lépnek életbe a visegrádi nemzetközi palotajátékok ideje alatt. Az életéről beszélt Kisoroszlyban Magyar Gábor házi orvos. Kiemelte, hogy a megváltozott értékrendű világban fontos az, hogy példát mutasson a hozzáfordulóknak. Az előadás során szó volt az élet értelméről, a misztikus történésekről és a saját szerepéről a hétköznapokban. Pétengú bajnokságot szerveznek Surányban. Újra lesznek nyári színes ték Tahitót faluban. Kreatív nyári workshopot tartanak felnőtteknek Esztergomban. Újra dübörög majd a visegrok a királyi palota udvarán. A fenntartható és regeneratív települések és hegyvidéki ökoszisztémák témában kerül workshop megszervezésére Ipolytölgyesen. Július 12-én, 13-án és 14-én szervezik meg Visegrádon a hagyományos nemzetközi palotajátékokat. A megnövekedett gépjármű forgalom kezelhetősége érdekében forgalmi rendváltozás lép életbe. Lezárásra kerül a Fő utca, a keresztelő Szent János plébánia templomtól a Mátyás szoborig. Szintén lezárják a Zács Klára utcát, egyirányú lesz a Fő utca a keresztelő Szent János plébánia templom és a Milleniumi kápolna között. Egyirányú lesz a Széchenyi utca, a 48-as emlékmű és az Áprili park közötti szakaszon. A behajtás kizárólag a 48-as emlékmű irányából lehetséges. A Zács Klára utcába, a Fő utca lezárt szakaszára, valamint a Salamontorony utcába kizárólag a behajtási engedéllyel rendelkezők, az ott lakók és a hozzájuk érkező családtagok, vendégek hajthatnak be. A felsorolt utcák lakóit arra kérik, hogy akinek szüksége van behajtási engedélyre, fáradjon be a visegrádi polgármesteri hivatalba a palotajátékok első napját megelőzően. Amennyiben lehetőségük van rá, a fent jelzett utcákban ne az ingatlanok előtt, hanem azokon belül szíveskedjenek parkolni. A Fő utcán a rendőrségtől a Mátyás Király Múzeum gazdasági épületeik tartó szakaszán lévő ingatlanok lakói külön karszallagot kapnak a palotajátékok idejére. A karszallaggal az ingatlanukba való bejutást szeretné az önkormányzat biztosítani, ugyanakkor az a palotajátékok helyszíneire történő belépésre nem jogosít fel. A megértést, a türelmet és az együttműködést köszönik a szervezők. Az életem két nagyon fontos pontja, az egyik a mongóliai megvilágosodás, vagy nem is így van, nem tartom magam annak, a felismerés és a Kisoroszlyba, azaz a Szentendrei szigetre hazaérkezés. Magyar Gábor saját életéről, a számára legfontosabb misztériumokról és inspirációkról beszélt közönségének Kisoroszlyban. Felidézte, hogy pedagógus szülők gyermekeként nagyon nehéz volt neki. Édesanyja volt egy személyben a magyar tanára és az osztályfőnöke is, emellett több generációs református családból származott. Az egyszerű igazságok, az egyszerű viszonyok megteremtése az emberek között, a közösség jó szándékú és jó értelmű vezetése, hogy ez volt a céljuk. Ilyen elődeim közé tartozik Kis Ferenc, aki a teológia professzora volt a Debrecen Egyetemnek, és a Szeretett Szövetséget hozta létre annak idején. Aztán Karácsony Sándor volt abban a Holdudvarban, talán azt már említettem, aki együtt tanított az én dédszüleimmel, nagyszüleimmel, és ő volt az, akinek az ilyen típusú elhivatottsága, ami a magyar gondolkodás, magyar speciális pedagógiai módszerek kidolgozása, ez az egyszerű vidéki, földesen zajlott, ahol ők az én felmenőimmel együtt végezték ezt a fajta szolgálatot, és kitűnő munkája a Magyar Észrás című könyv az. Nem egy egyszerű történet, de szerintem egy érdemes ezzel megismerkedni. Tehát ebből a körből keveredtem ki. Gondolatait azzal folytatta, hogy a Kárpát-medencéből származnak az ősei. Van közöttük erdélyi, de alföldi is. Nem nevezték soha magukat nemesnek, hanem nemzetesnek. Szolgálni szerették volna a hazájukat. Magyar irodalomban a nyugatig, nyugatosokig nincsen profán tartalom. Ott csak kifejezetten magas, emelkedett lelkiségű, a jót és a jó élet, a jó tudás
a Teremtő Atya Úristen és abban annak a kult, ennek a gondolatiság köré szerveződő tartalmakat emelték magas, és ezt tanították. Ez volt a legfontosabb cél, és én ezeket habzsoltam. És tehát magyarul így valamilyen szinten egy nagyon beteg és zűrzavaros életkorszakban, az életszakaszban, ugye a tinédzser korban, és maga a körülöttem lévő világ is ugye egy meghasonlott világ volt, hiszen volt egy párt élet, volt a május 1-ig föl kellett vonulni, és április 4-ről szólt az ének, és volt mindenféle történet. És ebben a kis lázas állapotban egyszer csak engem a Jóisten megfogott, és azt mondta, hogy na akkor te most elmész Mongóliába. 14 éves voltam akkor. Az úttörő táborba ment, sokat olvasott a helyről, látott méneseket, nomád pásztorokat, és azt is megállapította, hogy a buddhizmus sokkal közelebb van a kereszténységhez, mint a muszlim vallás. Azt is elmondta, hogy egyik alkalommal fennmaradt a hegytetőn, és elhatározta, hogy rackanyájra fog gyűjteni. Nem fontolgattam, egyszerűen azt gondoltam, hogy ez az én dolgom. Tehát ez a dolgom, az én elején is így éltek. Hiába voltak nemes emberek, hiába voltak tanítók, de ugyanabból a földből éltek, mint azok a gazdálkodók, azok a, mondjuk nevezzük büszkén parasztnak, azok a parasztok, akik őt körülvették. És mindannyian ugyanabból a földből éltek, csak egy struktúrában más volt a szerepük. És hogy hogyan világosodnak meg bizonyos pontok, az, hogy Mongóliával kapcsolatban mindig úgy, tavasszal mindig hatalmas honvágyam van, és mennék oda. Tehát ez egy nagyon nehéz érzés. Mert miért? Mi közöm nekem hozzá? Beszélt arról, hogy Mongólia egy egész temető, előttünk megélt világ vesz körbe bennünket az országban. Felidézte, hogy Mongóliában nemrég végeztek egy ásatást, és találtak egy hun vezérmaradványt. Attól nem messze volt az úttörő tábor, energetikailag valamit a hely adott neki, ott rakta össze élete feladatát. Gondolatok születnek belőle a szellem útján, és a szellem után a test megcselekszi, amit meg kell tenni. És ugye ez így van, akkor jól van, mert akkor ember vagyok, hiszen a lelkem, a szellemem és a testem egységben van. Az anyag is tud parancsolni, a test is, le tudjuk. A test is tud parancsolni, ő is tud magas szintű gondolatokat szülni. Hiszen azon gondolkodok, hogy tudnék egyszerre egy egész japán várost kiirtani, csak úgy kezdő lépésnek, akkor tudok csinálni egy atombombát. De ez biztos, hogy nem találkozik a lelkemmel. Ezekben az esetekben nem használom a lelkemet, tehát a testem, a szellemem működik. Ez a mai ember jellemző egyébként általában. A házi orvos azzal zárta gondolatait, hogy nagyon sokan éppen ezért az anyag által parancsolt úton járnak. Aki a lelkéhez elér, ott a teremtő avatkozik közbe szerinte, és akkor egy olyan rendezettséget tapasztal meg, amit az anyagi természetű dolgok sohasem fognak tudni megadni. Július 13-a a szombat 10 és 21 óra között Pétengú bajnokság lesz Surányban, a Hajós Alfréd szabadidőparkban. A nevezési határidő július 13-a szombat 10 óra. Nevezni a kösziönkéntes@gmail.com e-mail címen vagy a helyszínen lehet. A szervezők három fős csapatok jelentkezését várják csapatnév megjelölésével. A tornára korra, nemre való tekintet nélkül minden surányi és nem surányi játékos jelölt nevezhet. Egyéni jelentkezőket is várnak, akiket majd csapatokba rendeznek. Nevezési díj nincs, de adományokat az Egyesület örömmel fogad. Süteményt és üdítőt is szívesen várnak a rendezvényre. A bajnokságot az Egyesület Maszlak sportszakosztálya bonyolítja le. Folytatódik a nagy sikerű nyári szabadtéri zenés program sorozata Itótfaluban a Faluház kertjében. Július 13-án szombaton 18 órakor a népszerű Barakó ütős együttes bemutatót és interaktív örömzenélést tart a szabad ég alatt. Július 27-én szombaton érkezik Orbán Bori és a Fehér Mandolin. A közönség kellemes mediterrán melódiákat hallhat a nápolyi éjszakai bárok zenéjétől kezdve, az ismert nagy olasz slágereken keresztül, egészen a tarantelláig. A belépés a koncertekre ingyenes, a belépő az az étel és ital, amit szívesen elfogyaszt valaki az előadás és az azt követő közös beszélgetés alatt. Kérik, hogy mindenki hozza magával a saját bögréjét.
Kreatív nyári workshopot tartanak felnőtteknek Esztergomban. Ön is irigykedik egy picit néha, amikor látja, hogy milyen nagyszerű és ötletes kézműves foglalkozásokat szerveznek a vakáció alatt, kimondottan a gyerekek számára. Most itt van a lehetőség arra, hogy a felnőttek is kipróbálják magukat egy kreatív alkotói közegben. Az esztergomi mesekuckó játszótér minden hónap második és negyedik csütörtökén Szöszmötölő címmel kézműves foglalkozást és beszélgetést szervez, kimondottan felnőttek számára. Bónuszként még a gyerekek felügyeletéről is gondoskodnak, mert a program alatt önkéntesek játszanak a kicsikkel és nagyobbakkal. Július 18-án csütörtökön szépséges színes dekorációs köveket lehet festeni. Ezzel együtt hagyományos és új kreatív technikák elsajátításában is segítenek a mentorok. A szervező az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány, a program látogatása pedig ingyenes. Újra dübörög majd a Visegrok a királyi palota udvarán. Visszatér a Dunakanyar legnagyobb és leghangulatosabb rockfesztiválja július 19-én és 20-án pénteken és szombaton. Immáron 11. alkalommal rendezik meg a Visegrokot Visegrádon a királyi palota lovagi tornapályáján. Július 19-én a fellépők között lesz az Anyám Borogas, a Santa Muerte, a Blind Mirrors, a Depresszió és a Stula Rock formáció. Július 20-án érkezik a Tűzrókák, a Diabolus in Musica, a Tornocki All Access, a Tűzkerék XT, a Lord és a Tunyó Öröksége zenekar. A belépés ingyenes mind a két napon. Szombaton hagyományos vadfőző verseny is lesz eredményhirdetéssel. Erre várják az 5-10 fős főzőcsapatok jelentkezését a július 20-án tartandó hagyományos vadfőző versenyre. Jelentkezni lehet a 0630 210 85 80-as telefonszámon. A fenntartható és regeneratív települések és hegyvidéki ökoszisztémák témában kerül workshop megszervezésére Ipoly Tölgyesen. Az Anima Egyesület Visegrád Plus, a legelők megőrzése és az éghajlatváltozás megállítása a V4 országok hegyvidéki területein című nemzetközi pályázata keretében perspektíva építő workshop kerül megrendezésre a fenntartható és regeneratív települések és hegyvidéki ökoszisztémák témában. Július 18-án Intelligens Börzsöny-Dunaipoly régióért workshop lesz 10 órától 17 óráig. Az előadások helyszíne az Ormándi Miklós Művelődési Ház Ipolytölgyesen. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Étkezést és szükség esetén szállást is tudnak biztosítani a szervezők. A programsorozat július 15-e és 20-a között lesz megtartva a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával.